Akinek egy picivel több van, az valamilyen szinten nem az, hogy köteles, de talán adhat a többieknek, akinek kevesebb van. És ha csak egy picit ad, akkor akinek semmilyen nincs, annak már annyival több lesz. A KBT stúdiában köszöntök két hölgyet, akik egy-egy civil szervezetet képviselnek, amely civil szervezetek emberfeletti munkát végeznek most az ukrán válsággal kapcsolatban, a menekülteket segítik, gyűjtéssel, foglalkozással és kinek mire van szüksége. Nagy Dézsuzsánát köszöntöm, és arra kérlek, hogy egy pár mondattal mutasd már be a szervezetet, amit képviselsz, és utána pedig majd Rávai Mónika, alpolgármester asszonyt, aki most nem alpolgármesteri minősítésében van, téged is arra kérlek egy pár mondatba, hogy a civil szervezetetek mivel foglalkozik általánosságban, és utána majd rátérünk arra, hogy most milyen új feladatot kaptatok. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Kiskumajsai csoportjának a megbízásából jöttem, hogy elmondjam a tevékenységünket. Hosszú évek óta végzünk feladatokat a városban, hol kisebb, nagyobb erőfeszítéssel és megfeszítettséggel, de jelen pillanatban az elmúlt két hétben nagyon sok feladat hárult ránk. Nagyon sok adományt gyűjtünk, amit a magánszemélyek, illetve vállalkozók, illetve a kecskeméti régiótól, ugyanis hozzájuk tartozunk. Ők is nagyon nagy mennyiségű adományt adnak részünkre, amit ki tudunk adni magánszemélyeknek, rászorulóknak. Mind a mellett, hogy magánszemélyeket segítünk, támogatjuk még a mentorházat, illetve sorsokházát is, és még nagyon sok esetben településekre is hordunk ki adományokat. Tehát akkor alapesetben ti évek óta ez a fő profil, hogy ezzel foglalkoztok, a hátrányos helyzetű embereket vagy az elesetteket segítitek gyűjtésekkel. Igen. Körülbelül így lehet Igen. összefoglalni. Egy picit más azért a Játszóteres Egyesületnek az alapszerepvállalása Kiskunmajsár. Egy pár mondatban azért bemutatnád el Móni az Egyesületet. Aki még nem ismerné az Egyesületet, idén 10 éve alakult az Egyesület, akkor egy hiánypótló tevékenységgel Kiskunmajsán nem voltak játszóterek, nem megfelelő mennyiségű és minőségi játszótér volt. 10 évvel ezelőtt egy aktív kis csoport létrehozta először csak közösség formájába, utána egyesületként a szervezetünket, és azóta fölépült a Szélmalom játszótér, a Hitpark, a Művésztér, a Béketér, illetve közösségi teret létesítettünk a művelődési házba is. Illetve a Béketéren egy akadálymentesített játszóteret is létesítettünk, illetve több nyári programot szerveztünk. Tehát nem csak leegyszerűsítve megteremtettük azokat a helyszíneket, ahol a gyerekek játszhatnak, azóta a szervezetnek a fő tevékenysége, hogy élettel is megtöltsük. Tehát különböző gyerekprogramok, rendezvények, nyári táborokat tart az Egyesület, hol önerőből, hol pályázati forrásból. És most ez a rendkívüli helyzet késztette arra az Egyesület tagjait, hogy szintén gyerekeket, de nem kiskunmajsai gyerekeket, hanem Ukrajnából, Kárpátaljáról érkezett gyerekeket, illetve azok szüleit támogassák, illetve erre egy gyűjtést szervezzenek. Azért érdekes ez a párhuzam, és azért is szerettem volna, hogyha így szerepel a két civil szervezet, hogy van egy úgymond egy jóléti, segítő egyesület, vagy inkább azt mondom, hogy még mindig jellemzőbb rá talán a közösség, mint az egyesület, mint forma. És van egy alapvetően arra orientálódott, hogy az elesetteknek segítsen a máltai szeretett szolgált. Most mégis azért az ügy az közös, mindketten, vagy mindkét szervezet ugyanazzal foglalkozik. Milyen tapasztalataitok vannak az elmúlt időszakban? Most ami megváltozott nyilván a feladat is, vagy kiegészült? Igazából nekünk van egy adományosztó helyünk a Csontos Károly utca 6 szám alatt, és ez az eddigiekben heti 2 alkalommal volt nyitva. 2 alkalommal váltuk a rászorulókat. A megnövekedett igény miatt most napi szinten vagyunk nyitva, minden nap 9-től 12 óráig, illetve szerdai napon délután 2-től 5 óráig, és nagyon nagy mennyiségű adományt visznek mind a magyar emberek, mind a menekültek. Tehát most ez egy annyira
megterhelő időszak az önkénteseinknek is, hogy nagyon sok esetben még esténként is, illetve hétvégén is készítik össze az adományokat, élelmiszercsomagokat, ruhaadományokat, korosztály szerint, illetve fogadják az adományokat. Nagyon sok magánszemély még legegyszerűbb dolgokat, zöldségfélét, gyümölcsöket szállít, hogy ezt ki tudjuk osztani, és tehát ezt mind ugye nekünk csomagokba kell rakni, és hogy amikor jelentkeznek ezek a rászorulók, azonnal tudjunk nekik segítséget nyújtani. Hogy látod az adományozó kedvet? Tehát, hogy most nyilvánvalóan minden egyes ilyen humanitárius katasztrófának megvan a maga hirtelen felfutása, hogy csökkenő tendenciát mutat, vagy azért egy folyamatos ütemszerűen érkeznek az adományok most a kialakult helyzetben? Nagyon nagy mennyiségű, és hirtelenszerűen. És most ezért is megragadnám az alkalmat, hogy megkérjem a kedves adományozókat, az eddigieket, hogy megköszönjem, amit kaptunk, illetve arra kérem, hogy most talán ruhaadományra megint kevésbé lesz szükségünk, mert nagyon nagy mennyiséget kaptunk. Inkább az, amire nagy szükség van, az az élelmiszer. Ami tartós élelmiszer formájában, cukor, konzervek, kekszek, amit ugye hosszabb időre mi is el tudunk tárolni, és tudunk adni a rászorulóknak. Nagyon nagy mennyiségek érkeznek, kisebb adagokba is, tehát aki kisebb anyagi lehetőségekkel bír, és kis mennyiségűt tud hozni, ők is adnak, illetve akik nagyobb mennyiségbe, ők is ugyanúgy megjelennek és hozzák. Móni, ez nálatok? Én egy picit elkanyarodnék, mint az elején említetted, kettős szereposztásban vagyok. Alpolgármesterként nálam futnak össze a menekültek elhelyezése, gondoskodása. Minden családhoz, minden elhelyezett csoporthoz van egy-egy mentor, az önkormányzat által delegált, illetve önkéntes. Velük tartjuk állandóan a kapcsolatot, rajtuk keresztül megy úgymond a segélyek, csomagoknak a szétosztása, és hogy nálam gyűlnek össze az információk, így tudom mondani, hogy kinek mire van szüksége leginkább. És a Játszóteres Egyesülettel napi rendszeresen, illetve folyamatosan forró dróton tartom a kapcsolatot, amikor megérkezik egy-egy család, akkor összegyűjtjük, hogy hány felnőtt, hány gyerek, milyen mérettel, ruhaméret, cipőméret, azonnal írom a csoportba is, illetve hogyha az Egyesület által gyűjtött adományokban nincs olyan, ami megfelelő, akkor fordulunk a Máltai Szeretett Szolgálathoz. Illetve van egy olyan kimondatlan megegyezés közöttünk, hogy a ruhákat elsősorban úgy kérjük, hogy a szeretett szolgálathoz, a tartós élelmiszereket meg hát ti is gyűjtitek, de hogy közvetlenül az önkormányzaton keresztül érkezett családokat tudjuk segíteni, ezért azt inkább hozzánk gyűjtjük. Mint mondtad, nagyon sok adományozó van, amit ezúton is nagyon nagy szeretettel köszönünk minden kiskumansai lakosnak. Nagyon sok helyen gyűjtenek adományokat, nagyon sok ilyen lerakat van. Nagyon aranyosak, mert tényleg kérdezik, hogy mire van szükség. Mindig az adott helyzet hozza, hogy mire is van szükség, mert valamelyik családdal kisbaba érkezik, oda gyerekágy kell. Másik családdal sérült gyermek érkezik, oda speciális babakocsi kell. Van olyan egészségügyi állapotuk, aminek a gyógyítása nem adományból, hanem önkormányzati forrásból kell finanszíroznunk. Minden családnál megvan az egyediség. És nagyon jól működik nálunk ez a forró drót, mert oda beírom, és szinte azonnal azzal kapcsolatosan kapunk támogatást, illetve polgármester úr kezdeményezésére a népkonyháról biztosítunk egy tál főtt ételt minden nap a kiskomolysára érkezett menekülteknek, de jelezték, hogy ők szeretnének főzni. Tehát általában gyerekek érkeznek, szülővel, nagyszülővel, tehát leginkább nők, nagyon kevés férfi érkezett, ők tudnak gondoskodni a családról. Úgyhogy most elsősorban már két családot föl tudtunk szerelni főzőlappal, kis rezsóval. Van olyan hely, ahol alapba volt,
és most erre, mivel ők kérték, ezért szeretnénk őket átvezetni arra, hogy az öngondoskodást elkezdjék, tehát egy kicsit szocializálni őket a manysai életre, szeretnének dolgozni. Tehát az a felnőtt, aki nem a gyerekre vigyáz, hanem el tud menni munkába, őket természetesen engedjük, mert nem feneketlen kút az önkormányzati forrás, tehát mindenféleképpen jó lenne az öngondoskodást nekik is elkezdeni. És ahogy említette, tartós élelmiszer, de nekik szükségük van edényre, fazékra, fakanára, merőkanára, tányérra, pohárra, zacskós levesre, tésztára, tehát ami egy háztartásba kell. Mondjuk azt jeleztük, hogy a napi friss húst nem fogjuk tudni biztosítani, de ami a főzéshez alapanyag, most leginkább ez, ami aktuálisan fontos nekik. Zsuzsi, említetted, hogy önkéntesként sokszor éjszakában nyúlóan csomagoltok. Mit jelent, különböző milyen létszámmal dolgoztok, vagy esetleg az segítsége nektek, hogyha valaki az önkéntes munkájával tud hozzájárulni, vagy nincs neki mit adni, de azt mondja, hogy őnek lehet, hogy van szabad estéje, amikor tud segíteni nektek. A csoport 24 főből áll. Aktív tag körülbelül 10-12 fő, akire tudunk számítani napi szinten, és részt tud venni ezekben a munkálatokban. Úgyhogy megköszönjük előre is, hogyha valaki úgy érzi, hogy anyagiakkal, illetve élelmiszerrel esetlegesen nem tud segíteni, de esetleg van egy órája, és szívesen segítene nekünk, azt nagyon szépen megköszönjük, akkor a plébánián tud erre jelentkezni, és szívesen veszük a segítséget is. Mindig csodálom egyébként a civil szervezeteknél, meg főleg egy ilyen szervezetnél, mint a Málta is, hogy mi a motivációm. Tehát mindig ez a kérdés, hogy hol van ennyi jó lélek, meg ennyi jó szándék, jó akarat. Hogy látod te ezt, hogy mi az, ami motivál akár téged is? Én magam részéről én azt gondolom, akinek egy picivel több van, az valamilyen szinten nem az, hogy köteles, de talán adhat a többieknek, akinek kevesebb van. És ha csak egy picit ad, akkor akinek semmilyen nincs, annak már annyival több lesz. És ha ezt tartjuk szem előtt, akkor egy kicsit talán tudjuk a nehéz sorsúak létét is segíteni, és az ő életük is könnyebbé válik. És ha ez egy óra hossza, ha ez egy kiló kristálycukor, ez teljesen mindegy lényegében, de szerintem minden embernek feladata, mert bármelyikünk kerülhet ebbe a helyzetbe, hogy a segítőből a segítetté válhat esetlegesen. Monika, te említetted, hogy koordinálod, vagy nálad futnak össze a szálak így a menekültek ügyében. Milyen létszám az, aki itt van jelen pillanatban, aki úgy néz ki, hogy most azért egy picit hosszabb időszakra akár vendégül látjuk őket, illetve mi az összetétel, említetted, hogy szülők, gyerekek, de azt hallottam, hogy valamelyik nap azért egy komoly létszámú gyerek csapat is érkezett. Erről tudnál egy pár dolgot mondani, hogy mi az összetétel, és maga a civil játszóteres egyesület hogy tud ebbe segíteni az adományokon kívül? Van nagy családost, aki a férjét kénytelen volt otthagyni, de anyuka 8 gyerekkel, illetve a sógornő, ő a saját gyerekeivel, unokáival. Tehát van olyan csoport, 3 család összetételéből, de mind rokoni kapcsolatban vannak, hogy 4 felnőtt és 12 gyerek. Ők is szeretnének elhelyezkedni, de mint mondtam, a gyerekekre gondoskodni kell, vagy a gyerekekről gondoskodni kell. És a Játszóteres Egyesület másik oldalról is segíti ezeket a rászorulókat, nem csak tárgyi adománnyal, hanem gyerekfoglalkozásokkal. A hétvégén is voltak kint Irénke is, Rita is, Csiri is, Ági is, Torma Ági is rendszeresen kint van velük. Tehát igyekszik lekötni őket, igyekszünk mindannyian a magyar manysai életre beintegrálni őket, gyerekverseket tanítani, rajzolni velük, egy picit foglalkozni mindenkivel az ő szintjén. Ebből azt szűröm le, hogy azért ezek többnyire, akik most itt vannak nálunk, ezek magyar ajkú nemzettársaink, tehát ővelük úgymond nyelvi probléma nincsen. Igen, eddig csak magyar ajkúak érkeztek, bocsánat, tehát annyit helyesbítenek, hogy tegnapig. Tegnap érkezett az első olyan család, aki a Kijeven túlról, Donyec környékéről érkezett, tehát ők több napon keresztül utaztak vonattal. Ők abszolút nem beszélnek magyarul, ők ukránul beszélnek,
tolmácsot kértünk föl, hogy tudjunk velük kommunikálni, mert nem is az orosz. Tehát hiába tanultunk több éven keresztül mi is oroszt, el is felejtettük, de ők ukránul beszélnek, tehát egy más nyelvjárással. Terentyák Julika segített tegnap, de Galanov doktor úr is folyamatosan kapcsolatban van, illetve van olyan mentor, aki még talált olyan segítőt Száváékat, akik tudnak nekünk ebbe segíteni. De ha tömegesen érkeznek, akkor ők is kevesek lesznek. De eddig jól működik a kommunikáció velük. És Zsuzsit kérdezném, hogy nyilván nagyobb tapasztalatod van ilyen témában, hogy a szegényeknek, az elesetetnek a segítése. Van ennek egy, gondolom, egy állandó szintje, vagy van egy folyamata, és ahhoz képest ez nagyságrendileg mekkora előrelépés? Mondod, hogy mikor szoktatok nyitva lenni, most minden nap nyitva kell lenni, ez megmutatkozik a mennyiségekben is, illetve mennyi az önkéntesen adakozó kedv, ami szükségeltetik majd hosszú távon, az alaphoz képest? Az alaphoz képest? Igazából ezt nem tudom megtippelni, meg nem tudok rá. Igazából az, hogy ugye ezek az emberek valószínű, hogy valamennyire ugye be fognak illeszkedni, ugye ezek, amiket tudunk adni, ez csak egy induló csomag, illetve talán heti egy-két alkalommal még az elején. De hogy hosszú távon ez mennyire, és ugye hány ember lesz ebbe érintett, ezt nehéz megtippelni szerintem, illetve ugye, hogy az embereknek is ugye tényleg mennyire fog lankadni, ugye ez az adakozó kedve, ez szerintem nagyon nehéz lesz megmondani. Igen, én ebben egy picit veszélyt látok egyébként, ez amire utaltam is már, hogy mindig van egy ilyen felfokozott, nyilván segít az ember egy ilyen humanitárius katasztrófában, csak az a jó segítség, ami hosszabb távon is hatékonyan tud működni, és erre nagyon jó. Igen, például, azért mondasz, is próbáljuk, hogy... ugye, hogyha az élelmiszer, ugye egy tartós élelmiszer, ugye azt akkor tudjuk tárolni, és ugye akkor tovább tudjuk ezt osztani, vagy ha még későbbiekben is érkeznek, nekik is fog jutni. Tehát azért próbáljuk nem teljesen kimeríteni a raktárkészletünket, illetve tényleg Kecskemétől is valószínű, hogy nagyobb adományt fogunk kapni, és abból is fog jutni. Tehát azért igyekszünk megtalálni azokat a forrásokat, amiből tudunk adni. Jut-e még figyelem az általában a hétköznapokban is segítségre szorulókra? Tehát, hogy elviszi a figyelmet, vagy az egy alapértelmezett, hogy akik eddig... Az alapértelmezett, ők ugyanúgy maradnak, igen, és ők is jönnek ugyanúgy, most ők egy kicsit így jobban járnak, hogy napi szinten nyitva vagyunk, de azért azt gondolom tényleg, hogy tél, meg a hidegek, és ténylegesen ruha mennyiség is sokkal több fogy, tehát így azt gondolom, hogy most ők is egy kicsit jobban járnak ezzel. Hogyan tovább, hogy látjátok ti az önkormányzatnál, vagy mi a terv? Például most arra gondolok, hogy gyerekekről van szó, ha a menekült státuszt megkapják, gyakorlatilag iskolába járhatnak, vagy kell is nekik járni, óvodába is járhatnak, egészségügyi ellátást kaphatnak, ugye, hogyha megvan az igazolt a menekült státusz. Hogy lehet ezt tervezni? Azért most megjelenik egy létszám az oktatásban, az egészségügyben. Ez ilyenkor kinek a költség, vagy hogy tudtok erre reagálni? Hát maga az óvodai ellátás önkormányzati feladat, az iskolai nevelés, a közoktatás, az a tankerület, illetve egyházi feladat, de hétvégén megkapták az iskolák államtitkár úrtól az iránymutatást erre vonatkozóan, amit mi is megkaptunk, tehát amikor már megvan a menedékes státusza a hozzánk érkezőknek, akkor kérheti a nevelésbe, illetve a közoktatásba való felvételét, de ezt neki kérni kell. Ez elég nehéz feladat, tehát nagy terhet fog róni az óvodára is, de leginkább az iskolára, mert az óvodába bemennek, eljátszanak a gyerekek egy-egy játékkal, de az iskolába fölmérni a szintet, hogy ki milyen szinten van, melyik osztályban, az, aki nem beszéli a nyelvet, vele hogy lehet foglalkozni. Elkezdődött még nagyon alapon, tehát ezután fogunk mi is jobban belemerülni, hogy az iskolákkal ilyen szempontból is fölvegyük a kapcsolatot, illetve a fenntartó részéről, az iskolák fenntartói részéről mennyire van nyitottság, hogy fogják tudni megoldani, mert napi terhelés alatt vannak jelenleg is a pedagógusok, tehát a jelenlegi gyereklétszámmal, hogy a maximális igényt ki tudják elégíteni, az óraszámuk teljesen le van terhelve, tehát ez egy olyan feladat lesz nekik, hogy nem tudom, hogy az igazgatók hogy tudnak erre pedagógust delegálni.
mert az arra nagyon kicsi az esély, hogy egy ilyen menekült automatikusan bekerüljön egy osztályba, és ott folytassa, vagy velük folytassa, akik vannak. Tehát egy felzárkóztatás, egy korrepetációra biztos, hogy szükségük lesz, de hogy melyik iskola hogyan tudja megoldani, ebbe segíteni tudunk, de nem, ez nem a mi feladatunk lesz. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy aki említettél például, hogy ukrán nemzetiségű ukránul beszélnek, azt a gyereket mondjuk, a lehetőséget meg kell teremteni annak, hogy integrálódni tudjon egy magyar tannyelvű iskolába. Ez egyszerűen, tehát ez elég nehéz elképzelni, igen, mert oroszul se sokan beszélnek, már ukránul, aztán meg pláne nem. Tehát hogy lehet őt mondjuk egy általános iskola felső tagozatba, vagy akár egy középiskolába integrálni? El nem tudom képzelni, hogy ennyi tolmács azért az országba érkezik, azt hiszem, hogy 100 000 körül van, aki érkezett az országba. Ez nem tudom, nem látom kivitelezhetőnek. Most van kialakulva, a gimnáziumban van olyan tanárnő, tudjuk a Helén, aki oroszul tanított, meg még most is, tehát vele szeretnénk fölvenni a kapcsolatot, bocsánat, hogy így kamerán keresztül egyelőre, de van olyan, az egyik ukrán kislány, ő már gimnázium érett, tehát gimnáziumi korosztályban van, és valószínű, ő vele fognak majd valamilyen szinten. Most benn voltak már az iskolának a könyvtárába, orosz szótárt hoztak, és nagyon örültek, hogy akkor ők megpróbálnak így egy picit magyarul tanulni. Hát azt gondolom, hogy olyan napra ébredtünk, lassan azt hiszem, most már 2 hete lesz, hogy senki nem gondolta volna, hogy itt fogunk tartani egy ilyen Covid-járvány és letargikus időszak után most egyik nagy problémából a másikba. Viszont nem tehetjük meg, ahogy civil szervezetek sem tehetik meg, ha segíteni tudnak, akkor kell. Ebben az esetben tényleg Zsuzsinak van igaza, hogy ma mi segítünk rajtuk, lehet, hogy holnap rajtunk kell segíteni. Úgyhogy én nagyon nagy köszönetet mondok a civil szervezeteknek, főleg így a Máltainak, illetve a Játszóteres Egyesületnek, aki nap mint nap ezzel tud foglalkozni, mert érzi ennek a szükségét. És így a nőnap táján szeretnék nektek adni egy-egy nagyon szép angol muskátlit, amit a csólyos párosítót kertészetben készítettek, szerintem kifejezetten nőnapra. Úgyhogy csak így adom oda, mert be vagyok kötve a mikrofon, hogy fogadjátok szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, hogy eljöttetek, és sok sikert a munkához. Köszönjük szépen. Az egész egyesület nevében továbbítani fogom a köszönetet. Nagyon szépen köszönöm. Meghívást.